Ebben a videóban megnézzük, hogyan tudunk grideket használni a weboldalon, hogyan lehet gyakorlatilag szinte bármilyen kialakítást megtervezni. Nos, első lépésként akkor vegyünk fel a dobozokat. Most azt az egy dobozt, amiben majd a gridet fogjuk tenni, azt nevezzük konténernek, ezt most azért mondom, hogy konténernek nevezzük, mert később ez a szó még elő fog kerülni. Úgyhogy nem árt, ha kicsit megszokjuk. Kő legyen. Konténer, container. És ebbe fogunk dobozokat elhelyezni. A dobozok tartalmát úgy fogom kialakítani, vagy benne lesz írva, hogy 1, 2, 3, 4, 5, vagy első, második, harmadik, így látni fogjuk, hogy melyik hova fog kerülni. Már osztálya, szeretném megoldani. Egyrészt lesz egy olyan osztály, ami az összes konténerre együtt tartalmazza a formázást, és majd mindegyiknek lesz egy külön neve is, azt meglátjuk majd később, hogy miért lesz. Ő lesz a grid item valójában, röviden akkor azt fogom neki majd mondani. Illetve hát nevezzük először is, jó legyen grid item, és a sorszáma meg mondjuk grid item 1 az elsőnek. És ebbe azt fogom beleírni, hogy ő lesz az első cella. És ilyenből csinálok még néhányat. Ez látszik, hogy itt meg is jelent. Egészen pontosan most 6-ot fogok ebből csinálni. Még 5-dik, és akkor még 1 kell. Ő lesz a második. Harmadik. Negyedik, ötödik és a hatodik. És mindegyik grid item lesz, és még külön nőket GI 1, 2, 3, 4, 5 és 6 osztályba is soroljuk. Most így látszódjon, hogy itt mi a helyzet. Azért megyünk és a stílusokon állítunk egy kicsit. Ezt is azt mondtuk, hogy lesz egy olyanunk, hogy grid item. Itt az ő háttere, akkor mindegyiknek a háttere egységesen egyelőre legyen. Hát válasszunk, hogy ez a korál szín, ez megfelel. Illetve volt még nekünk egy konténerünk, amire azt mondtuk, hogy ő lesz a grid, úgyhogy display grid. Jó, ezzel még nagy csoda nekünk nem történt, hiszen hogyha simán csak ennyit mondunk, hogy grid, akkor ezek a dobozok egymás alá fognak kerülni. Ami még itt érdemes talán megjegyezni, ugye egy gridnél kitölti a rendelkezésre álló jelet, teret. Az inline grid esetében viszont csak annyit fog kitölteni, amennyi a tartalom igényel. Jó, most hát függetlenül most simán a gridet fogjuk használni. Múltkor, amit már néztünk, hogy meg lehet határozni, hogy hány oszlopból álljon. Ez volt a grid template columns, és akkor ahány oszlopot itt felvettünk, annyi oszlopból állt, hogy felvettünk fixen képpontban méretet, és felvehettük autóval, akkor pedig ő kitöltötte maga módján. Ha két autót veszek fel, az két egyenlő oszlopot jelent, ha három autót veszek fel,
az 3 egyenlő oszlopot jelent. Az oszlopok esetében, nézzük meg, hogy végül is a dobozok hogy helyezkedtek el. Ugye úgy helyezkedtek el, mint ahogy egy könyvet olvasunk, tehát soronként menjünk végig balról jobbra, és utána jön a következő sor, tehát az első, a második, a harmadik, a negyedik, ötödik és a hatodik végül. Ha nem ilyen szépen jön ki nekünk a dobozok száma, akkor így is kinézhet a dolog. Itt ugye most 4 oszlopot tett be, és akkor maradt 2, az pedig a következő sor elejétől kezdte el felrakni. Tehát ez a legegyszerűbb dolog, ugye itt mondtam, hogy lehet adni mondjuk pixelben is dolgokat megadva, akkor ez 100 pixel lett, és akkor a többit meg autóval egyenlő osztott el. Jó, most maradjunk itt a 3-as osztásnál, tehát 3 oszlopunk van. Ha szeretném a dobozok közötti távolságot módosítani, akkor erre szolgál nekünk a grid gap tulajdonság. Grid gap esetén megadhatok egy távolságot, amit fel fog venni a dobozok között. Itt azért figyeljünk arra, hogy ugye fölötte nem veszi fel, hogy ez pontosan hogy tölti ki, azt akkor fogjuk meglátni most, hogyha a konténert is beszínezem. Mondjuk legyen valami halvány szín, ami azért látszik. Mondjuk legyen szürke. Jó, tehát itt látszik, hogy tehát itt fölötte nem úgy működik, mint egy margó, tehát csak a belső távolságokat növeli meg. Hát grid gapből van azért olyan is, hogy grid row, grid gap row, tehát amikor csak a sorra vonatkozik, itt csak a sort csinálta meg, illetve van olyan, hogy grid column gap az oszlopra. Külön-külön is lehet őket használni, vagy egyszerűen más értékeket beállítani. Na, ez volt az alap, tehát amikor ő automatikusan rendezgeti el. Na most ezeket ki is veszem, illetve hát simán egy grid gap-et fogok berakni, egy kisebb méretben, mondjuk egy 5 pixellel. Jó. Most mi történik akkor, ha mi szeretnénk egy saját elrendezést létrehozni? Hasonló, mint a Word-be, hát nem azt mondom, hogy összevonni lehet cellákat, de egy cellának meg lehet mondani azt, hogy több helyet is kitöltsön. Például szeretném, hogy az első sor az egy darab cella legyen, vagy mondjuk az első és a második legyen egy, akkor hát ez az összevonás ez nem úgy fog működni, hogy az elsőből és a másodikból csinál egyet, hanem ez úgy fog működni, hogy az elsőt berakja ide és ide is, majd az összes többit elkezdi odébb tolni. Ezért mondtam, hogy szükségünk van, hogy felcímkézzük gyakorlatilag egyedileg is ezeket a dobozokat. Ugye ő volt a GI1-es. Jó, és nála szeretném azt megadni, hogy meddig tartson. Na, ez nagyon egyszerű, csak egy szabályt kell hozzáismerni. Méghozzá egy olyan szabályt, ahol megmondjuk, hogy meg tudjuk mondani, hogy honnan, hogy mettől meddig tart. Na, elmondom, miről van szó.
Az oszlopokat megszámozták következőképpen, úgy lehet elképzelni, hogy itt van az 1-es, az első oszlop elején, aztán a 2-es, 3-as és a 4-es. Azt kell megadnunk, hogy mettől meddig tartson. Jó, tehát itt az 1-es, ha azt mondom, hogy innen kezdődjön, akkor 1-estől, és itt legyen vége, akkor 1, 2, 3-ig tartson. Azt mondom, hogy grid column, és 1-estől egy perjel a 3-asig tartson. És ezzel elértem azt, hogy az első cella az idáig tartson. És mint mondtam, odéptól mindent, tehát a második doboz az ide kerül, és ezzel együtt minden tovább ment. Ha az egész sort szeretném kihasználni, akkor 1-től 1, 2, 3, 4-ig tartson. És már meg is oldottam, hogy 4-ig tartson. Következő esetben mondjuk szeretném a másodikat is úgy beállítani, hogy 1-től 4-ig tartson. Ebben az esetben akkor legyen G2, és ugyanezt kell megadnom, 1-től 4-ig tartson, így a második doboz is kitölt egy sort, és az összes többi pedig odébb csúszik. Mondjuk legyen még egy olyan, hogy a hatodikat szeretném, akkor GI, nem is menjünk, sorba megyünk, tehát a dolgainkkal, mert itt sokkal jobb, tehát azt szeretném, hogy itt a harmadik az 2 keresztül tartson, akkor GI3, ugye azért már mindent el fog tolni, szóval ezért kell odafigyelnünk a dologra, 1-től mondjuk 3-ig, és mondjuk a hatodik legyen az, ami végig fog innen nérni, tehát 1-2-től menjen a negyedikig. Ő volt a hatodik, és na nem frissül be. Jó, akkor ezt oldjuk meg még annyival. A negyedik ide került, akkor még az ötödiket beírom. Remélem, hogy... Ja. Jó, azt gondoltam, hogy azért, mert még be kéne venni az ötödiket, de aztán jött egy hirtelen ötlet, hogy valószínűleg ezt egyszerűen nem jól csináltam, így már jó lesz. Jó, nem is kell akkor az ötödiket felvennünk, gyakorlatilag csináltunk egy olyan elrendezést, az első két doboz az végigér, a harmadik az 2-t foglal, a negyedik az utolsó egy harmadot, és az utána lévő sorba pedig az megfordul. Hát ezt lehet a sorokkal csinálni. Aztán, hát ugyanezt meg lehet gyakorlatilag az oszlopokkal is csinálni. Kicsit akkor módosítsunk a helyzeten. Van három oszlopunk, ugye visszatértünk az eredeti automata beállításhoz. És azt mondjuk, hogy grid row. Szeretném, hogy az első dobozom az kettő oszlopot, vagy kettő sort foglaljon el. Akkor az, ugyanaz az elv. Fentről nézzük, itt kezdődik az 1-es számozás, 2-es, 3-as. Vagyis azt szeretném, hogy 1 és 3 között legyen. És így rögtön összefogtam kettő darab sort. Sőt, azt szeretném, hogy még egyet odafogunk hozzá, mert hogy szeretném ezt most így kombinálni, hogy az első oszlop az itt marad, és azt szeretném, hogy ez a második doboz, ez foglaljon el itt kettő darab egységet, és ez majd akkor itt, ugye ez a harmadik lecsúszik ide,
és akkor ez is kitöltésre kerül legalul. Tehát itt foglaljunk el mondjuk azt, hogy a GI2-es, tehát a második esetében grid column, és szeretném, ha 2-től 4-ig menne, így né, remek lett, és gyakorlatilag így kombináltuk a lehetőségeket. Most csináljuk meg azt, hogy az ötödik is ugyan olyan legyen, mint a kettes, és majd a legalsó sort itt is össze vontva, tehát ilyen egybecer lett, és a legalsó sort pedig teljes szélességébe szeretném látni. Ez is akkor grid column. És szeretném, hogy 1-től menjen 4-ig. Így gyakorlatilag bármilyen weboldal elrendezést létre tudunk hozni. Az első oszlopnál mondjuk én beállítom azt, hogy ő egy tényleg 200 pixel széles valami legyen. Ugye ez az 1, 2, ez a harmadik oszlop az meg legyen mondjuk egy 150 pixel, az ugye csak a negyedikre fog vonatkozni. Az összes többi az meg automatán működhet. A konténeremre beállíthatom a szokásos dolgaimat, mondhatom neki azt, hogy legyen középpen, adhatok neki maximális szélességet is. Na, tehát gyakorlatilag bármit megtehetek, amit szeretnék ezzel a griddel. Jó, tehát ennyi lenne a lényeg az egészben. Természetesen, ha jobban szeretnénk látni, akkor itt le is maradt, de szerencsére nem volt vele gond. Tehetünk rá egy mondjuk fekete szegélyt is. Úgy talán még jobban látszódnak a dolgok. Nyilván ez a gap, a távolság, ez nem kell, ezt most csak azért raktam ide, hogy látszódjon, hogy valójában mit csináltunk, hogyan terveztük meg a dolgokat. Most nézzük meg azt a helyzetet, amit múltkor csináltunk meg. Ezt a hagyományos elrendezésnek nevezett dolgot, ahol van egy fejléc, egy lábléc, és középpen ketté van osztva a tartalom. Az eddigiek alapján ez most már nagyon egyszerű lesz. A múltkori videóban is nagyon egyszerű volt. Ott egy kicsit széjjelzettük ezt a problémát. Most viszont akkor egy konténerbe meg fogjuk tudni csinálni. Nos, akkor amit szeretnék, ez előzőeket itt most kitörlöm. Nézzük, hogy hogy néz ki egy ilyennek a tervezése. Egyedül a konténeremet fogom meghagyni, ezt a szürke dobozt, és itt is a belső részt ezt ki fogom törölni. No, azt mondjuk, hogy most ő itt a konténer, ez az elrendezés, ez nem fog kelleni. Először is meg kell állapítanunk, hogy ez a konténer, ez hány oszlopból fog állni. Minden beleszámolunk, ami oszlopnak számít. Jelen esetben egyszerű a dolgunk, 1, 2. Jó, tehát ez úgy fog kinézni, hogy 2 darab oszlop lesz, úgyhogy a konténerhez rögtön be is írhatom azt, hogy 2 autón van, illetve, hát ha visszaemlékszünk az előzőre, ott is egy ilyen 200 pixel volt ez a menü rész, tehát akkor odaírom azt most, hogy 200 pixel, már ha ezt a feladatot kezdjük el megoldani. Jó, tehát ez eddig megvan. A konténeren belül sorban a következő dobozok jönnek, és akkor megint arra kell gondolni, hogy mintha könyvet olvasnánk, sorba megyünk balról jobbra, és onnan pedig lefelé. Tehát lesz először egy fejléc elnevezési dobozunk.
hogy majd látszódjon, hogy mi hova kerül. Én bele is írom azt, hogy ez micsoda. Nyilván, hogyha a weboldalt szerkeztünk, akkor eleve a tartalom kerül oda. De most ezt így fogom megcsinálni, hogy látszódjon az elrendezés. Aztán olvassuk a könyvet. Következő sor első eleme az a menü. Megyünk tovább, következő elem a tartalom. Oda beírom, hogy tartalom. Következő elem a láblét. És egyben az utolsó is itt. Igen, majd láblét. Ahogy nézzük majd az oldalt, elkezdte magát elhelyezni, azt már megadtuk, hogy kettő darab oszlopunk van, és a kettő darab oszlop az ugye úgy van, hogy az első az 200 pixel, a többi meg a maradék. Nézzük sorba, hogy mi kell nekünk. A fejléc, azaz úgy kell, hogy a kettő együtt legyen. Megint fentről haladunk lefelé, balról jobbra. Fejléc esetén, hát adok neki egy színt, hogy látszódjon. Zöld mind a mintán, vagy bármilyen zöld, mindegy. És ő hát mettől meddig kell, hogy tartson. Grid, kolomn. Azt mondja, hogy itt az 1, 2, 3, tehát 1 per 3-at fog beírni. Ezzel ő a helyére csúszott. A menü esetében már nem is kell bántanunk semmit, ő a helyén van. Csak kiszínezem, hogy látszódjon, hogy hol van. Ő valami sárgát kap. Hát, jó. Ez a sárga jó lesz. Jó, ő egy sárgát kapott. Utána jön a tartalom, ő is jó helyen van, vele is csak annyit fogok most csinálni, hogy adok neki egy szint. Ez lesz mondjuk, ez hasonlít rá, mondjuk ez pont olyan, mint a háttér. Na se baj a hátteret akkor. Hol itt van a háttér, akkor legyen ő white. Jó, tehát akkor ide került, és a lábléc pedig, ha őt kiszínezzük, akkor ez ne csapjon be minket, ami itt látszódik. Vagy a következő cellába került. Ami nem jelenti azt, hogy a helyén is van. Ugye? Mert hogy ugye a következő cella az ez, és hogyha az egész sávot szeretném kitölteni, akkor itt is muszáj ezt módosítani, és azt szeretném, hogy ő is 1 és 3 között helyezkedjen el, és ezzel gyakorlatilag megcsináltuk az oldalunkat. Aha, csak jó, előbb ez most furcsa volt, de mostan észrevettem, hogy nem magasságot akartunk állítani, hanem szélességet. És akkor most lesz jó a dolog. Ha ezt újra töltöm, akkor jó, ott volt egy kis bug, és akkor ez maximum 900 képpont széles, és minden olyan tulajdonsággal rendelkezik, amivel korábban a weboldalaink szerkezete rendelkezett. Így most már az itt látottakkal szinte bármilyen weboldal felépítést ki lehet alakítani.